Ez a 80-as évek elején lehetett, még a régi Artpoolba egyszer elmentem, vagy elmentünk néhányan, igen, a Frankele útra néhányan a nőtermébe. Mint művészettörténész hallgató? Vagy nem, mint művészet iránt érdeklődő. Most hát igen, tehát ez tulajdonképpen úgy, hogy én már onnan ismertem, akkor ettől kezdve, hát úgy néhányszor elmentem ide-oda, ahol ő úgymond fellépett, vagy csinált valami akciót. Az egyik ilyen volt például a Step Stamps, talán így hívták, erre nem emlékszem. Azt hiszem ez volt a neve, az FMK-ban volt, és akkor ott pecsételgettünk mindenféléket. Akkor nem tudom, az egyik ilyen, vagy első ilyen szakmai találkozás, amikor ő a fészekben csinált kiállítást. Szóval ezeket így, de ez nagyon szorványos volt, tehát ami ugye tehát nem volt ez ilyen tudatos részemről, hanem csak annyi, hogy hát ami úgy érdekelt. Tehát ez ilyen szorványos volt, kevés, de hát akkor így, tehát ő engem ugye nem ismert. És aztán, amikor a Bartók galériát kezdtem vezetni, 93-ban, attól kezdve, hát ugye szorosabb, már vált a kapcsolat, de ez sem, ez is inkább ilyen ismerőségi kapcsolat volt, tehát ők jártak a Bartókba, én jártam a P60-ba, vagy az Artpoolba. És akkor így fokozatosan alakult ki a kapcsolat, és hát bírtuk egymást, vagy én legalábbis így, így veszem ki. És akkor volt, aztán igen, akkor szorosabb kapcsolatok voltak. Az egyik, amikor eljöttem a Bartók 32 galériából, akkor utána csináltam még ilyen virtuális Bartók 32 címen egy-két kiállítást, és akkor az egyiket az Artpoolban csináltam, mint a P60-ban. Szerintem ez egy jól sikerült kis kiállítás igen, volt, az... és Gyuri nagyon, tehát azt bírtam benne, hogy tudod, tehát vannak ötletei, most már mint egy kiállítás rendező, szervező. Főleg amilyen művészetet ugye a Gyuri csinál, tehát ő ezt az élet, tehát nála az élet és művészet, az egyéb tevékenység az nem válik el, tehát fogalmazhatok úgy is, hogy az egész élete egy művészi tevékenység, és nem koncentrálnék a műtárgyakra, mert a műtárgyak azok csak egy részét alkotják annak a művészi folyamatnak, amiben a Gyuri benne van, és amit a Gyuri csinál.